Jó napot kívánok! Kulcsár László vagyok, és ebben az előadásban, ebben a prezentációban a fesztiválturizmus, a fesztiválgazdaság és a társadalmi innováció kapcsolatáról szeretnék néhány percben beszélni. Ennek a prezentációnak, előadásnak az alapját egy olyan kutatás képezi, amit dr. Bodrogai Lászlóval együtt végeztünk 2018 és 2019-ben, méghozzá két igen eltérő turizmus helyszínen, Tihanyban és Fehérvárcsurgól. Tettük ezt azért, hogy a két eltérő helyszínben mindenféleképpen tükröződjenek azok a megoldások, azok a törekvések, amelyek a fesztivál turizmussal, a fesztivál gazdasággal, a kulturális gazdasággal kapcsolatosak, és szoros kapcsolatban állhatnak a társadalmi innovációval. Mielőtt elkezdenénk ezt a kutatási eredmény bemutatást, szeretnénk röviden fölhívni a figyelmet azokra a jellemző tendenciákra, trendekre, amik a kulturális turizmussal kapcsolatosan az elmúlt néhány évben Európában és szerte a világon megjelentek. Egyrészt világos számunkra, hogy tulajdonképpen néhány évtizede a kulturális örökség turizmusa az egyik legdinamikusabban fejlődő turizmus ág a turizmuson belül, és ez nagyon fontos megállapítás, ez a dinamikus fejlődés szorosan összefüggött és kikövetelte a piac átalakulását is a turizmus keretén belül. Tehát nem egyszerűen csak a turizmus növekedéséről, egyre több látogatóról vagy egyre több programról van szó, hanem a turizmus gazdasággal kapcsolatos piaci tényezők átalakulásáról is van szó. És ez a fajta átalakulás egyben azzal is együtt járt, hogy a kulturális turizmuson belül a magasabb kultúrát képviselő rendezvények, fesztiválok is úgymond kivonultak a szabadba. Tehát már nem egy termen belül lehet meghallgatni csak egy hangversenyt, vagy egy bizonyos előadást, hanem kinn a szabadban is meg lehet ezt tenni, és ennek nagyon komoly jelentősége van, mert a látogatók szempontjából sokkal inkább dinamikusabb az a fajta mozgás, amit a különböző társadalmi réteghez tartozó feltehető látogatók tevékenykednek, megmutatnak számunkra. A másik tényező még az, amit figyelembe kell vennünk, ennél a vizsgálatban figyelembe vettünk, az, hogy a kulturális turizmuson belül a fesztiválok, a rendezvények egyre inkább kreatív jellegűvé válnak. Tehát nem csak ott ülünk és nézzük azt az előadást, hanem úgymond megpróbálnak bennünket bevonni ebbe a programba, és egyáltalán aktív szereplői is válni ennek a programnak. Na most ezek után, a bevezető után nézzük azt meg, hogy a milyen eredményekre jutott ez a vizsgálat, ez a kutatás. Még azt meg kell, hogy említsük, hogy a társadalmi innováció és a kulturális turizmus kapcsolatát 2017 óta az Európai Unió is figyelemmel kísérje, és ajánlásaiban kifejezetten meg is világítja azokat az összefüggéseket, amelyek a kulturális turizmus és a társadalmi innováció között fönnállhat. Például a kulturális turizmusnak innovatív módon történő megközelítése és a gazdasági fejlettség kapcsolatában, vagy a tudástranszfer vonatkozásában nagyon sok lehetőség tárulhat föl a kulturális turizmus és a társadalmi innováció kapcsolatában. Ha mi a kulturális gazdaságról beszélünk, és azt vizsgáltuk a két helyszín Tihany és Fehérvárcsurgó vonatkozásában, meg kell, hogy mondjuk, hogy a kultúra gazdaságnak csak egy bizonyos területét vizsgáltuk. Tehát nem vizsgáltuk azt a kulturális gazdaságnak azt a részét, ahol csak a kulturális javak fogyasztása, az intézmények működése vonatkozik, mert ugyanis az itt megtapasztalható innovációk elsősorban gazdasági jellegűek.
mi inkább a kultúra és a hely kapcsolatát vizsgáltuk a két helyszínen, milyen eltérő sajátosságok mutatkoznak a társadalmi innovációk és a különböző helyek vonatkozásában a kulturális turizmus területén. Meg kell mondjuk, hogy alapvetően kétféle viszonyulás tapasztalható a hely és egy kulturális esemény vonatkozásában. A hely az első esetben meghatározza magát a kulturális eseményt, például a fesztiválokat vagy egyéb eseményeket, pontosan azért, mert a helynek egy olyan kisugárzása van, szellemi, kulturális, szimbolikus kisugárzása van, ami meghatározza azt, hogy ott milyen fajta rendezvények valósulhatnak meg. Például ugye Tihany esetében az egész félsziget tartozik ebbe a kategóriába, a fehérvárcsurgói Károlyi kastély esetében pedig maga csak a kastély tartozik ide, és ez a két eltérő jellegű kastély okozza majd a további vizsgálódásunknak a tárgyát. Mindamellett meg kell jegyezzük azt, hogy létezik a kulturális eseménynek és turizmusnak és a helynek kapcsolatában egy másfajta megközelítés is, amikor nem a hely határozza meg a kulturális sajátosságokat, kulturális programokat, hanem a kulturális program próbálja meg azonosítani a helyet, konstruálni a helyet. Itt ilyen esetben egy sikeres rendezvény igyekszik a hely magához kötni, és egyben a sikeres rendezvényen keresztül magát, a helyet, a települést, a térséget eladni a kulturális turizmusban résztvevő embereknek, látogatóknak. Itt például említhetnénk a Soproni Volt Fesztivált, ahol egy igazán Sopronhoz nem köthető kulturális eseményről van szó, tehát zenei fesztiválról, ezt a Volt Fesztivált meg lehetne rendezni akárhol az országban elvileg. Mégis, amikor Sopronban rendezik, akkor Sopron nem csak a helyszínt kínálja, hanem egyben kínálja a helyszín mellett lévő egyéb sajátosságokat, azokat a kulturális eseményeket, kulturális objektumokat, és persze nem csak az, hanem különböző gazdasági előnyöket, lehetőségeket és fogyasztást is, amit ezek az emberek majd igénybe vesznek. Tehát a rendezvény adja el maga a várost, az előző esetben pedig a helyszín adja el tulajdonképpen a rendezvényt. Meg kell, hogy mondjuk, hogy a kulturális turizmus és fesztivál turizmus hatását illetően természetesen nem csak előnyökről, hanem hátrányokról is beszélhetünk. Mind a kettőből van éppen elég. Tehát az előnyök azok gondolom mindenki számára világosak, hiszen a anyagi bevételek, a munkahelyteremtés, a különböző programok, a különböző szimbolikus identitást növelő programok, amit például a fesztiválok vagy a különböző kulturális létesítmények közvetítenek, az involváltság érzését adják, az identitás érzését adják, hogy ők beletartoznak abba a közösségbe, aki azon a helyszínen megfordul, és hát értékeli ezeket a programokat, létesítményeket. Hátránya természetesen szintén van, hiszen nem csak környezeti hátrányról beszélhetünk, hanem kereskedelmi, a szolgáltatások fokozott nyomás alatt vannak, a környezet is fokozott nyomás alatt van, és meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy ezekben a kulturális objektumokban is tulajdonképpen bizonyos mértékig kár keletkezhet, hogyha egy túl tömeges igénybevétel valósul meg. Továbbá nagyon fontos az is, hogy az olyan kereskedelmi tevékenységek, amelyek nem kötődnek a helyszín által sugart identitáshoz és szimbolikus értékekhez, azoknak a jelenléte tulajdonképpen egy kultúra romboló tevékenység, amit lehetőség szerint próbálnak elkerülni. Tihany esetében és a Fehérvár csurgó esetében is megkülönböztethetjük az úgynevezett gyors és lassú turizmus
típusait, és ez a dors és a turizmusnak a megkülönböztetése az elmúlt évtizedekben igen jelentős fejlődésen ment keresztül. Tiganyban, mint láttuk a kutatásunk során is, a gyors és lassú turizmus az egyszerre van jelen. Tehát egyszerre vannak jelen azok az emberek, azok a látogatók, akik Tihany kulturális örökségére kíváncsiak, részt vesznek bizonyos programjaiban, és érzik azt a kisugárzást, amit a Tihanyi félsziget sugároz, és természetesen együtt vannak azok a látogatók is, akik autóval átrohannak a félszigeten, gyorsan lefényképeznek mindent, amit ugye a szakirodalom kodakizációnak nevez, tehát a különböző fényképek, és azok, akik utána majd valahol otthon nézegetése anélkül, hogy igazából véve megértenék és megéreznék azt a sajátosságot, azt az identitást, amit ez a kulturális szintér sugároz. Fehérvár csúgó esetében hasonlóképpen áll a helyzet, bár ott a tömegturizmus nincsen jelen. A kastély szintén egy meghatározott értékrendszer sugároz, és azt is jelenti, hogy így elsősorban az úgynevezett magas kultúrához tartozó események lesznek azok, amelyek betöltik és együtt vannak, egységben állnak ezzel az értékrendszerrel. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a Fehérvár csurkó esetében egy társadalmi szempontból is korlátozott közönség együttes áll el. Nem minden társadalmi réteg, nem minden társadalmi csoport kíváncsi azokra a kulturális rendezvényekre, amelyek egységben állnak a Fehérvár csurgói Károlyi kastély által sugalt szellemiséggel. Ez a Fehérvár csurgói Károlyi kastély a turizmus fejlesztés szempontjával elsősorban nemzetközi irányú kapcsolódásokat jelentene a véleményünk szerint, és elsősorban olyan konferencia turisztikai kapcsolatokat, amelyek későbbiek során aztán ennek a helynek a jelentőségét fokoznák, megerősítenék, hiszen ez a hely nem rendelkezik olyan sokrétű és látványos turisztikai látnivalókkal, mint Tihany esetében, de mégis megvan az a szellemi kisugárzás, az a kulturális örökség, amelyet erősítve egy igen sajátos társadalmi csoportnak vagy csoportoknak, akár nemzetközi szintéren és a konferencia turizmus keretében teret lehetne engedni. Mindkét esetben, Tihany és Fehérvár csúrgó esetében is természetesen versenyhelyzetben van mindkét objektum. Tihany esetében a verseny az természetesen elsősorban belföldön és főképp a Balaton körül folyik, hiszen már majdnem minden balatoni dülőhelynek van valamilyen saját fesztiválja, és ez a saját fesztiválnak a kialakítása nem jelent semmi más, csak az, hogy a látogatókat a helyhez kívánják kötni. És a helyhez való kötéshez valamit olyat kell nyújtani, amit eddig más települések talán nem tudtak eléggé jól megjeleníteni. Fehérvár csurgó Károlyi kastély esetében viszont egészen más a verseny. Fehérvár csurgói Károlyi kastély esetében a verseny elsősorban nemzetközi szintéren folyik. Számos olyan kulturális attrakció és kulturális objektum van, amelyek szinte egy európai hálózatot alkotnak, ahol hasonlóképpen igen magas kultúrát kielégítő tudományos, kulturális attrakciókat valósítanak meg. A Fehérvár csurgó esetében, a kastély esetében tehát a verseny nemzetközi jellegű, és egyre inkább annak kell lennie, hogyha komoly teljesítményt akarnak nyújtani. Tihany esetében pedig természetesen szintén megtalálni azt a fajta sajátosságot, ami ugyan megvan, de sokkal inkább erősíteni kell azt a sajátos szimbolikus jelentést, amit Tihany
kínál, hiszen ilyen szempontból Tihany esetében az értékek, a megnyilvánuló értékek igen unikális jellegűek. A fesztiválok és a kulturális örökség turizmusában, hogyha ezeket meg akarjuk csinálni, ezért el akarjuk készíteni, egy olyan komoly stratégiára van szükségünk, amely ezeket a sajátosságokat, amiket előbb említettem a különböző témákkal kapcsolatosan, figyelembe veszik, és ennek a stratégiának megfelelően kell azután a programokat megalkotni, és a programok aztán természetesen a hozzá kapcsolódó marketinget is. Tehát se Fehérvárcsurgói Károlyi kastély esetében, sem pedig Tihany esetében a turisztikai stratégia az nem nélkülözheti azokat a helyhez kötődő sajátosságokat, gazdasági, társadalmi, de főként kulturális sajátosságokat, amelyek érvényre juttatják azt a fajta identitástudatot és azt a fajta értékrendszert, amit a helyek, a turisztikai helyek, Tihany és Fehérvárcsurgó egyaránt kínálnak a látogatók számára. Ha össze akarnám foglalni, hogy tulajdonképpen miről is van szó itt a táguló horizontok esetében, akkor mindenféleképpen azt mondom, hogy elsősorban a hálózatos együttműködésre kell helyezni a hangsúlyt. De a hálózatos együttműködés az többféle szintéren megfogalmazható. Nem csak egyfélén. Egyrészt megfogalmazható az adott település, vagy az adott térségben, települések között. Erre Tihany nagyon jó példa. A Tihanyban megpróbálkozott együttműködések a szomszédos településekkel. Ez egy nagyon reménykeltő hálózati együttműködés jelent. De a hálózati együttműködés egy településen belül nem csak ezt jelenti, hanem a településen élő különböző szereplőknek az együttműködését is, hogy mindenféleképpen azok a szinergiák megjelenjenek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az eredeti, a stratégiában eredetileg meghatározott cél megvalósuljon. Természetesen a hálózati együttműködésnek a településen belül megtörténő együttműködések mellett a települések között is. Itt nem csak a környező településekről lehet szó, hanem jelen esetünkben például a különböző pannonvárosok együttműködéséről is beszélhetnénk, ahol a különböző térségek, városok nagyon sok olyan innovatív együttműködési modellt tudnak felsorakoztatni, amelyek a turizmus esetében kiemelt jelentőséget kapnak. Itt külön fel kell a távolság fogalmát nem fizikailag kell értelmeznünk, hanem kulturálisan kell értelmeznünk. És a kulturálisan értelmezett távolság már megnyitja az utat a különböző társadalmi innovációk területén a hálózatos kapcsolódásokban. Korábban említettük Károlyi kastély esetében, Fehérvárcsurgó esetében, hogy a kapcsolódás a nemzetközi hálózatokhoz igen jelentős. És ezt remélhetőleg a következő időszakban még inkább erősíteni lehet, és ezen belül bevonódhatnak olyan innovatív tevékenységek, amelyek segíthetik a kulturális cél, a koncepció megvalósulását. Itt végezetül csak azt tudnám mondani, hogy ezeknek a bejövő innovációknak az adaptálása viszont különös gondot igényel, mivel egy más helyen megfogalmazott és jól működő innováció nem feltétlenül sikeres egy egészen más, eltérő gazdasági társadalmi környezetben. Köszönöm szépen a figyelmüket!